Jelenleg ketten dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelnyelvi tolmácsként, bár kevésnek tűnik, ez az országos átlag. Régebben ez a szám régiónként volt egy fő. A megyében 470 regisztrált tagja van a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, ebből 70-en siketek. Őket segíti egy Magyarországon 3 évvel ezelőtt elindult jelnyelvi videótolmácsolási rendszer is, az úgynevezett kontaktszolgálat. Ez a telefonos ügyintézésben segíti a hallássérülteket, akik a nap 24 órájában videón keresztül tudnak segítséget kérni jelnyelvi tolmácsoktól. Nyíregyházán egy alapvető kommunikációs szintig sajátítható el a jelnyelv itt a Sinosz központban. Nehézségi szint abból áll gyakorlatilag, ha valakinek jó a vizuális hozzáállása, én így mondanám talán, gondolkozása, ez na könnyű, mert ugye ezek vizuális jelek. Ezek nem olyan, mint egy hangzó nyelv, hogy bedugom a fülembe, hallgatom és közben megtanulom. Ezt ha nem látom, akkor nem tudom már sajátítani. Igazából nem okozott még senkinek, aki beiratkozott, hogy meg szeretné tanulni komolyabb problémát, gyakorolni kell sokat. Jelnyelvi tolmácsképzés jelenleg csak Budapesten van. Ennek feltétele egy alapkommunikációs szintű jelnyelvtudás, amelyet a megyei képzéseken bárki elsajátíthat. Nyíregyházán 3 havonta indítanak kurzusokat 8 főnek, ahol a jelnyelvi szótár képekkel segíti a tanulást, de oktató videókat is használnak. Ezen a felvételen látszik, hogy jelölés közben a tolmács majdnem némen, a megszokott sebességnél lassabban artikulálva ki is ejti a szavakat. A fővárosi 1600 órás képzést 2 év alatt lehet elvégezni, a tanulók pedig OK és bizonyítványt kapnak a sikeres befejezés után. Ez kurzusonként átlagosan 15-20 fő teljesíti. A tolmácsszolgáltatás már 15 éve működik hazánkban, közölte Demeter Szabó Ildikó, mégis sokszor ütköznek olyan akadályokba, amelyet nem tudnak leküzdeni. Még mindig problémát jelent az, hogyha egy jelnyelvi tolmács kíséri a hallássérültet. Elsődlegesen az egészségügyi intézményeket tudnám itt hangsúlyozottan kiemelni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15 év sem volt sajnos elegendő arra, hogy az egészségügyi intézmények dolgozói, az orvosok, a szakemberek elfogadják azt, hogy a jelnyelvi tolmácsokat is ugyanúgy titoktartás kötelezi, és hogy a jelnyelvi tolmács semmi másért nincs jelen, mint hogy a hallássérült ember teljes egészében megkaphassa az információkat, ami esetleg a betegségéhez, problémájához tartozik. A toleranciát tekintve az intézményeknél sem lehet általánosítani, tette hozzá Demeter Szabó Ildikó. A színházak például egyre nyitottabbak az akadálymentesített előadásokra. Erre Nyíregyházán is volt már példa.